94. ünnepi könyvhét számunkra azért is különösen fontos, mert tavaly 2022. novemberében volt 5 éves az MMA kiadó, és ebben az esztendőben 5-5-szörre vagyunk kint az ünnepi könyvhét, és ennek a kettős évfordulónak köszönhetően egy nagyon szép könyvválogatással készültünk. 12 kiadványunk számít újdonságnak, ezek tulajdonképpen a Magyar Művészeti Akadémia valamennyi tagozatának tevékenységét lefedik, építőművészettől kezdve, képzőművészeten át, szép irodalom, irodalomelmélet, filozófia, teológia, természetesen, mint minden évben, vannak idén is kedvencek. Évről évre most már a többség számít arra, hogy Szilágyi István életmű kiadásának újabb darabjával találkozni fog. Csészabó László életműsorozatának legújabb eszéválogatását már keresik, nem is kell külön felhívni rá a figyelmet. Szunyogi András könyveit is teljes evidenciaként kezelik és várják az újabb kiadásokat belőlem. De vannak szerencsére olyan könyvek is, amiket nyilván kellő beharangozás mellett, de teljesen újdonságként tudunk felmutatni, ilyen például Fazekas Sándor William Shakespeare szonettjeinek fordítás kötete, számtalan jegyzettel, izgalmas háttéranyagokkal. Általánosan az a vélemény és az a visszajelzés minden vásárló, érdeklődő részéről, hogy egy nagyon egyenletes színvonalú küllemében is, könyvként is egészen különleges minőséget képviselnek ezek a könyvek. Szunyogi András Vadállatok anatómiája című könyve egyfajta eszenciája a teljes szunyogi életműnek, hiszen nem csak a brilliáns rajztudását villantja meg benne, hanem az édesapja révén örökölt érdeklődését, az állatok anatómiája, izomzata, csontozata iránt, hiszen azt talán kevesen tudják, de édesapja volt az ország egyik legjelentősebb állatpreparátora. Éppen ezért ő is, Szunyogi András is tisztában van az utolsó kis porcikájával is minden vadállatnak. Ezeket ráadásul nem pusztán csak megrajzolja, hanem olyan módon tudja ezeket reprezentálni, és úgy tud írni róluk, hogy tulajdonképpen az élő szó erejével tanítja meg ezeknek a rajzolását, felhívja a figyelmet a különböző állatok első ránézésre nem is felfedezhető hasonlóságaira, a kézirajzi megoldásokban rejlő lehetőségekre, úgyhogy ezt is nagyon sokan keresték, és nagyon sokaknak tudott nagyon szép személyes dedikációt adni. Szegfű András Így filmeztünk sorozatának negyedik része. Különösen érdekes, hogy Szegfű András 2018-ban úgy érkezett be a kiadónkhoz, hogy lenne egy kötetre való kézirata. Hát sokat elmondta, hogy azóta a negyedik kötetet adjuk ki, és várhatóan jövőre egy ötödikkel fog még gazdagodni ez a sorozat. Szegfű András interjúiban az a különlegesség, hogy egyszerre egy nagyon hiteles filmtörténeti korrajz, mindemellett pedig végtelenül személyes, helyenként csipkelődő, helyenként a baráti viszonyt is felszínre hozó, nagyon-nagyon baráti, és nem csak a felszíni történéseket, hanem az emberi viszonyokat, a kor különböző belső harcait, annyira a laikus szemlélő által nem látható irányok, mozgások is felszínre kerülnek, úgyhogy ez a kötet is nem csak a film iránt érdeklődőknek, hanem akik a 70-es, 80-as évek klímáját, politikai milliójét ismerni szeretnék, azok számára is egy végtelenül izgalmas olvasmány lehet. Fazekas Sándor Shakespeare szonettjeinek fordítása. Azt gondolom, hogy a laikus olvasóközönségnek, a Shakespeare-t felületesen ismerőknek, és a szűken vett szakmának is. Sőt, a tegnapi visszajelzésekből nézve, hogy költők, írók, műfordítók is megjelentek a dedikáláson és gratuláltak a kiadványhoz, azt jelzi, hogy vélhetően ez a szakma számára is egy megkerülhetetlen fontos alapmű lesz. Leginkább a forrás értéke miatt azt Fazekas Sándor is kiemelte, hogy költőiségben, líraiságban nem kíván versenyezni Szabó Lőrinccel, nyilvánvalóan ez egy túlzottan nagy ambícióra is vallana. Sokkal inkább azt tűzte ki céljául, hogy a nyilvánvaló és hol szándékos, hol a figyelmetlenségből, hol időhiányból fakadó fordítási felületességek, félrefordítások egyszer és mindenkorra talán egy soha nem látott szöveghűséggel kerüljenek korrekcióra. Nyilvánvalóan a Shakespeare-i szonett formai megoldásait, verstani, kritikai megközelítését figyelembe vette, és egy nagyon komoly jegyzetapparátussal magyarázza azokat a történeti, korabeli politikai viszonyokat, irodalmi mozgásokat, amik egyébként pusztán egy fordításból nem lennének evidens módon világosak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szonett kedvelőktől kezdve az egyetemi szeminaristákon át tulajdonképpen mindenki számára tud valami újdonságot felmutatni, hogy más nem mondjuk, az érdeklődést jól jelzi az, hogy még este 11 környékén is volt egy dedikáló, aki megállt a standunk előtt, és gyorsan berántotta egy aláírása a szerzőt, fordítót. Én azt gondolom, hogy ennek a kötetnek a következő hetekben, hónapokban egy kifejezetten szép karriert jósolhatunk.
Élvezhető a szöveg líraként, versként is, megvan a költőisége, topzódik a szebbnél szebb képekben. Nyilván, ha valaki pusztán a Shakespeare-i szöveghöz hű marad, már az éppen elegendő ahhoz, hogy egy magas szintű költőiséget kölcsönözön neki. Inkább azt mondanám, hogy a szöveghűséget, a pontosságot nem áldozza fel a jól hangzás kedvéért, egy még bravúrosabb rím megoldásért. Tehát ennyire közel talán még a több mint 400 éve elhunyt szerző szonettjeihez nem voltunk közel, mint most. Lenzsér Mezei Kata Monstrancia című könyve, ami nem csak cím, hanem rögtön egy téma megjelölés, tartalmi leírás is. A 2 évvel ezelőtt Budapesten megrendezett eukarisztikus világkongresszusnak egy nagyon fontos liturgikus tárgya volt. Kivételesen most, mint ötvös művészt, mint iparművészt, nem az egész életművet helyeztük fókuszban, hanem az életműnek egyetlen darabját, ami újdonság nálunk, hiszen egy nagyon gazdag és kiterjedt iparművészeti és tervezőművészeti sorozatunk van, ahol többnyire egy teljes életmű reprezentációra töregettünk. Most egyetlen liturgikus tárgy, a monstrancia, a szentség mutató kerül bemutatásra, ami nyilván egy tágabb teret engedett annak, hogy a tervek elkészítésétől kezdve az anyag megválasztásán át, az egész elképzelés szellemiségének bemutatása mellett a konkrét ötvös munka különböző izgalmas és általában a laikusok által sosem látott fázisait is bemutassa, valamint az elkészültét és a liturgikus használatba vételt is, mindezt tanulmányokkal, interjúkkal, tehát egyfajta kontextus teremtő szöveges környezettel is megemeli. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a munka is nem pusztán azért, mert maga az esemény, amire készült, jelentős volt, hanem azért is, mert alanyi jogon, önértékén is egy egészen kiváló ötvös művészeti alkotás született. Horkai Hörher Ferenc nálunk első publikált kötete az Erő és gyöngétség. Ő egyébként a kiadóval már korábban is kapcsolatban volt, hiszen a Pars Pro Toto című filozófiai esztétikai sorozatunk szerkesztőbizottságának tagja. Számtalan érdekes, fontos javaslattal, témaválasztással segített eddig is a munkánkat. És mivel tudtuk, hogy egy igen jelentős tudományos munkásság van a háta mögött, megegyeztünk vele, hogy mi ezt szeretnénk az olvasók felé bemutatni, és így született meg az Erő és gyöngétség művészet történeti, eszmetörténeti, városfilozófiai esztégyűjtemény, ami túl a témaválasztáson, hiszen a képzőművészet igazi nagyjait, illetve egy nálunk talán kevésbé ismert tudományterületet, a városfilozófiát választottam, hanem azért is, mert olyan mestereket van magáinak, mint többek között Csészabó László, akinek az életmű sorozat kiadását szintén mi vállaltuk föl, hogy maga a szellemiség, aminek a jegyében ezek a szövegek keletkeztek, szintén nagyon szimpatikus számunkra, hiszen ő azt vallja, hogy a műalkotásokról való beszédnek is az érzékenység útján tulajdonképpen műalkotássá kell válnia, hogy releváns megszólalásként lehessen számon tartani. Éppen ezért mi is úgy gondoljuk, hogy magának az olvasásnak is egy felemelő művészi élménynek kell lennie, nem csak az olvasásunk tárgyának. Éppen ezért nagyon örülünk neki, hogy egy ilyen gazdag és széles kör merítésével elkészült válogatás ez, és bízunk benne, hogy az olvasók véleményével találkozik a mi elképzelésünk.